Barack Obama görögországi látogatása másnapján a demokrácia bölcsőinek tekinthető Akropolisz romjainál járt Athénban. Utolsó európai útján ezzel régi vágya teljesült a leköszönő amerikai elnöknek. Mielőtt tovább indult volna Berlinbe, Obama a Stavros kulturális központban mondott beszédet, melynek vezérmotívuma a demokrácia fontossága volt. Mint bizonyára önök is érzékelték, Amerika következő elnöke nagyon más, mint én. Rengeteg dologban különböző álláspontot képviselünk, de az amerikai demokrácia sokkal nagyobb bárkinél. A következő hetekben munkatársai mindent megtesznek azért, hogy az átmenet a lehető legsimább legyen, mert a demokrácia így működik. A görög nép a földjükre érkező menekültek felé mutatott nagy lelkűsége az egész világot inspirálta. De ez nem azt jelenti, hogy önök egyedül maradnak ezzel a problémával. Kollektív európai választ kell adni, mert az egész világnak fontos, hogy ezek a kétségbeesett emberek megkapják a szükséges támogatást. Viszlát és éljen Görögország, búcsúzott Barack Obama. Helyszíni tudósítónk elmondta, Obama közel 30 órás athéni tartózkodása alatt többször is kijelentette, hogy támogatja a Görögország számára kulcsfontosságú kérdéseket, így az adósság átütemezést is. Ezen túlmenően a leköszönő amerikai elnök a demokrácia bölcsőjénél szimbolikusan többször is utalt, közvetve és direktben is, a bizonytalan jövőre, mivel Donald Trump veszi át a helyét a Fehérházban.